Sziasztok! Ebben az audiovizuális anyagban a nőideálom vonatkozásában egy idealisztikus képet szeretnék felvázolni, és ez 2018-ban ez egy hatályos állapot. Nem tudni, meddig tart, változik az ember, de szerintem sokáig ki fog ezt tartani, meg ezelőtt is azért ez nagyjából így nézett ki, de talán kifinomodott a dolog. Tehát egy idealisztikus képet fogok felvázolni a nőideálom vonatkozásában audiovizuális eszközökkel. A külső tulajdonságok, jellemzők következnek először, és aztán a belső tulajdonságok felé fogom evezni a témában. Az nagyon jól észre van véve, az nagyon jól látszik, hogy a szőkehajú lányokat előnyben részesítem és kultiválom, de azért kizárólagosan én azt nem mondanám, hogy csak ők jöhetnek számításba, de kétségtelenül, hogyha van három lány, akik közül az egyik szőke, és úgy szőke, hogy én szeretem, hozzáteszem, hogy én egy nőt mindig egységben nézek, tehát csak a hajszín nem mérvadó, hiába van bármilyen szép haja. Fontos számomra az is, hogy mennyire kultiválom a többi külső és belső jellemzőjét az adott lánynak. De kétségtelenül, hogyha ezek a jellemzők megvannak, és az egész egységes nőre igen tudok mondani, akkor, és a három közül mindre, akkor a háromból a szőke nyerne a nagy valószínűséggel. Hát minél szőkébb egy lánynak a haja, annál erősebb a szimpátiám felé. Ez így van. Szép dolognak tartom a női szőkeséget, szép dolognak tartom, kamaszkorom óta. Kamaszkoromban csak a szőkenők tetszettek, ma már nem vagyok ennyire hajorientált, de még mindig, még a fiatal koromat idézi, most is fiatal vagyok, de a kamaszkoromat, mint fiatal koromat, most ifjú vagyok már, ugye? Ifjú vagyok, és az már egy magasabb kategória, és az ember mindig fiatalabb akar lenni, kivéve kamaszkorban és gyerekkorban, mert akkor felnőtt, de már így 21 évesen is ugye ráébred az ember, mint én, hogy ezt nem kellett volna ennyire erőltetni. Hogy de jó lenne felnőttnek lenni. Szóval abszolút így van, tehát a kamaszkori fiatalságom esik szóba, hogyha egy olyan szép szőke lányal találkozok, aki nagyon szőke. Minél szőkébb, ha teljesen szőke, tényleg egy olyan hajszál nincs az adott lányon, ami nem szőke lenne, hanem más színű, az nagyon jó. Tehát, mint egy Barbie baba, ha úgy néz ki valaki. Azt szeretem, igen, valóban így van. És a haj hosszúságnál is, akkor kitértünk a haj hosszúságra. Szeretem, hogyha szép hosszú egy lánynak a haja. Akadnak persze kivételek, de a túl rövid hajat nem szeretem. Mondjuk az egy tök jó történet, hogyha a lánynak a háta közepéig ér a haja, ha olyan hosszú. Persze a szerkezetesen mindegy, tehát ugye a sűrűség, a dússág, az is egy szép dolog, hogy ez úgy megvan, mert azért nem mindegy. Tehát azok is nem megfognak a szép, sűrű, dús tincsek. Ugyanakkor láttam már olyan lányt, aki tetszik, mégis ilyen rövidebb haja van, ráadásul nem szőke, hanem barna. Illetve mikor milyen van, amikor hosszabb van, amikor rövidebb. Ezt nem tudom, mi alapján váltogatja az adott lány, de láttam már ilyen lányt, hogy igen, azt mondtam rá, hogy tetszett, pedig nem tudom, mert valakinek a fejformájához, az arcához tud olyan jó kis hajat vágatni magának, amilyen ilyen nem olyan hosszú, de mégis nagyon illik hozzá. De azért túl rövid semmiképp, tehát ilyen ne legyen, tehát azt nem szeretem, mint hogy ilyen, mint nekem például. Vagy ehhez hasonló. Azért egy kicsit érjen le a nyaka alá,
mondom, az egységes egész számít mindig azt fog meg, de valahogy azért próbálok jellemzőket kiragadni, hogy világos legyen a kép. Tehát a hajról nagyjából ennyit tudnék elmondani, menjünk rá a lánynak a testalkatára. Ugye, amit a külső tulajdonságok keretében még így említeni kell, ugye én vagy a filigrán testalkatú lányokat részesítem előnyben, vagy pedig a bombanőket. A bombanő kategória az egy új kategória, mióta egyetemista vagyok, azóta tetszenek igazán, előtte valahogy annyira nem. Előtte valahogy inkább csak a filigránabb lányok jöttek be, tehát akik ilyen vékonyak, de szépen vékonyak, nem durván vékonyak. Bár lehet, hogy egy-két ember azt mondta volna azokra a nőkre, akik akkor tetszettek csak, akik csak, meg akik még most is tetszenek, hogy az már egy kicsit sok, az a vékonyság. Meg ezzel szoktak dobálózni, hogy nincs mit rajta fogni. Szoktak ilyenekkel dobálózni. De mondom, nekem a filigránabb lányokról van tehát szó, illetve a bombanőkről. A bombanők pedig azok, akik ilyen... Ezt nehéz elmagyarázni, szerintem mindenki tudja, hogy mire gondolok. Akik nem feltétlenül olyan nagyon vékonyak, de nem is kövérek, hanem egyszerűen arról van szó, hogy ilyen jól áll nekik, ilyen nagyobb formáik vannak, kicsit nagyobb melleik vannak, mint a filigránoknak, meg nagyobb fenekük van, meg a testalkatuk nem annyira olyan vékony. De nem baj, mert még sincs rajtuk felesleg. Nagyjából ilyen egy bombanő. Hát ezt most nehéz körbeírni, úgyis mindenki tudja, hogy miről van szó. Például a legtöbb modell lány, azt gondolom, a legtöbb modell lány ilyesmi. Bár azok között vannak vékonyabbak is, de van közöttük. Ilyen is, olyan is. Tehát ez a két testalkatbeli kategória, és lassan rátérhetünk a belső jellemvonásokra is, hogyha már itt tartunk. Szeretem, hogyha egy lány visszafogott. Kedves, fontos a vidámság. A vidámság az fontos. Hogy mosolyogjon sokat. Tehát egy olyan lányt szeretnék, egy olyan lányt kultiválnék, aki például, hogyha beszélgetek vele, akkor gyakran mosolyog, pedig nem mondtam semmi vicceset, de mégis tetszik neki maga az is, hogy megszültöttem, vagy minden, vagy a kedves szavak, vagy akármi, szépen tud mosolyogni, nem csak ilyen semlegesen ül, mint most én, illetve szerettem azokat a lányokat is, akik szépen tudnak nevetni, tehát olyan aranyosan tudnak nevetni, szabályosan kacagni. Tehát ez a kettő együtt, tehát a vidámság, mint egy idealisztikus kritérium számomra. Na most a visszafogott lányokat szeretem, ugye a túlzott rámenős lányokat nem, erről már korábban volt szó, ezt is még így megemlíteném. Egyébként a talpra esett lányokat se szeretem nagyon, akik úgy olyan nagyon talpra esettek, és nagyon el tudnak intézni maguknak mindent. Szerintem azért nem szeretem, mert talán azt a felvetést erősíti, hogy a férfiak kezdenek elnőiesedni, és a nők kezdenek elférfiasodni. De ezt látom benne. Tehát én szeretem a kicsit elveszettebb, nem túl talpra esett lányokat, akik így keresik a helyüket a világban. Meg olyan kicsit elveszettek tudnak lenni az életben, adott esetben. Ez még nem azt jelenti, hogy szerencsétlenek, mert nem kell átszaladni a másik végletbe ettől függetlenül, hanem egyszerűen arról van szó, hogy azért túlzottan nem annyira talpra esettek, hogy most ők mindent. Valahogy kicsit az engem taszít, hogyha egy nagyon túlzottan talpra esett lánnyal találkozom.
Talán ez is már a visszafogottságot azt... Ez a visszafogottságból, mint idealisztikus kritériumomból fakadhat ez az érzet. Továbbiakban még arról van szó, hogy nem szeretem, ha egy lány rocker. Azt annyira nem szeretem, én ugye az vagyok. Ezt csak azért mondom, mert egyik haverom felvetette, hogy hogy tetszik, már azt hitte, hogy én szerettem a rockereket azért, mert rocker vagyok. Hát pont ez az, hogy nem, tehát az ki is esik. Hiába járok én rockkoncertekre. Hát attól, hogyha egy tényleg rock... Úgy nem szeretem a rockereket igazán, hogyha a külsején is tükröződik. Tehát tetoválás, meg ilyesmik. Meg extremitás. Igazából én is kicsit furcsa érzem magam, amikor rockernek neveznek, mert kicsit én is szégyenben érzem magam, most én vagyok rocker, mert a külsőmön nem nagyon látszik, tehát hosszú hajam sincs, de nekem nem is lehet, mert nem állna jól. Higgyétek el, próbáltam. Keszekusza, borzalom. Szörnyű. Tehát nem lehet olyan, mint egy igazi rockernek sajnos. Viszont most fogok szakát növeszteni, még nem nagyon látszik, a valóságban már durvább és kicsit ijesztőbb egyébként. Már néztem tükörbe ma reggel. Mi meglátjuk mi, az természetesen karba lesz tartva. Azért vettem elektromos borotvát. Most ez a terv, aztán meglátjuk ez, hogy lesz. Mert egy idő után ez mindig besült. Nem tetszett annyira. Nekem elég erős szőrzetem van, de most ez a terv. Tehát igen. Még... Nem is tudom, hogy mindent elmondtam-e. Igen, még egy valami, ami fontos. Tehát a rocker lányok, tehát az lenne az ideális, hogyha mondjuk lenne egy barátnőm, de ez megnehezíti a folyamatokat, hogyha én rockkoncertekre járok, ugye csak. Mert lehet, hogy sok rocker lány van, és akkor nem biztos. De láttam már őt amúgy, hogy nem tükröződött a külsején, és akkor tök jó. Akkor bejött meg minden. De hát mondjuk én nem annyira nem szeretnék szerintem ilyen rockzenétől megvaduló nőket, akár úgy belsőleg se feltétlenül, inkább ilyen visszafogottabbakat. Mert az én zenei ízlésem ugye olyan, az én rockzenei ízlésem olyan, hogy ha magyar zenéről van szó, akkor egészen az alternatív rocktól az ízlésem a thrash metalig durvul. De, hogyha külföldi bandákról van szó, azt nem nagyon hallgatok, de előfordul, akkor ott csak metál, az csak metál lehet. Erről ennyit. De az lenne a legjobb egy párkapcsolatban, hogyha mondjuk lenne egy olyan barátnőm, aki simán eltűri ezt, hogy mondjuk metal zene szól a háttérben, és cserébe én is eltűröm az ő zene ízlését adott esetben, mert attól függetlenül én nem vagyok az a rocker, úgymond. Aki nem tűr el más zenét, mert eltűröm. Még annyit szeretnék hozzáfűzni egy belső tulajdonsághoz, hogy számomra egy nőnek az értelmi szintje nem meghatározó. Tehát iskolai végzettségek, rétegek, osztályok szerintem nem erről szól a szerelem. Az ne tévesszem meg senkit, hogy egyetemista vagyok. És ez az én kulturális közegem. Ez egy dolog, de ettől függetlenül, hogyha valakinek érettségie van, vagy 8 általánosa is akár, ez nem feltétlenül probléma. A szíva fontos, az emocionális elemek. Legfőképpen, de más kérdés, hogy az egyetem a kulturális közegem. És az elsődleges életszinterem jelen pillanatban. Azt gondolom, most jelen pillanatban azt gondolom, meglátjuk ezt, hogy változik, szóval számomra az értelmi szint az nem feltétlenül meghatározó, hogy ki mennyire okos, kinek milyen iskolai végzettsége van, az intelligencia sem fontos, az érzelem a fontos a szerelemben. Ez túlzott racionalitás lenne, hogyha így gondolkodnék.
És még valami. Szeretem a romantikusabb lányokat, akik szeretik, hogyha a férfi mondjuk magához bújtatja őket, simogatja. Tehát szeretem a romantikusabb lányokat, igen. Nagyjából így áll össze ez az egész történet. Tehát ez egy hatályos állapot. Ezt szerettem volna tehát ebben a videóban összefoglalni. Köszönöm a figyelmet. Ja, még annyit esetleg a külsőhöz, hogy bombanő filigrán alkat. Talán még annyival kiegészíteném, hogy igen, ezek kategóriák. Egyébként a túlzásokat azért nem szerettem, tehát a túl nagy melleket és a túl nagy fenekeket. De mondom, egy bombanő, tehát a forma is nagyon számít, hogy milyen jól néz ki. Lehet, most már régebben amúgy nem bírtam azokat se, vagy az is sok volt nekem, ami hiába jól nézett ki, hogyha tehát ilyen nagyobb mell vagy fenék, az annyira nem tetszett. Ma már ez nem így van. Ma már a formák számítanak, hogy hogyan néz ki igazán, de még mindig azt mondom, hogy inkább kisebb mellek és fenekek, amik inkább tetszenek. De ha szép a formája, akkor az bejön. Nagyjából ilyesmi. És vannak ilyen lányok, sok ilyen lány van a mai társadalmunkban, azt gondolom. Úgyhogy minden esélyem megvan arra, hogy találjak egy ilyen lányt magamnak. Köszönöm a figyelmet. Sziasztok!